Önök az elmúlt hét híreinek összefoglalóját, a Krónikát látják. Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Meghaladta a beoltottak száma 3,5 millió főt, jelentette be péntek reggel a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Ennek köszönhetően szombat reggel kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai, és egészen este 9:30-ig fogadhattak vendégeket. Emiatt azonban a kijárási tilalom kezdete is módosul. Este 10 helyett 11-ig kell hazaérni. A miniszterelnök az újraindítás következő várható lépéseiről is beszélt. Mint mondta, ha a beoltottak száma eléri a 4 millió főt, ami várható a jövő hét szerdán vagy csütörtökön teljesül, akkor a szolgáltatások széles körét is megnyitják azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Úgy fogalmazott, most jön el a pillanat, amikor értelme és jelentősége lesz annak, hogy az emberek beoltatták magukat, vagy korábban átestek a fertőzésen, és erről védettségi igazolványuk van. Hétfőn részben újraindult az élet az iskolákban. Az alsó tagozatos osztályok visszatérhettek az intézményekbe. Az általunk megkeresett egyik miskolci általános iskolában a legtöbb diák újra iskolapadba ült. Az országos adatok is azt mutatják, hogy csak kevés szülő döntött az otthonmaradás mellett. Székek a padok tetején, hosszú hetekig csöndesek voltak a tantermek. Múlt héten azonban elindult a visszarendeződés, és újabb alapos fertőtlenítés kezdődött. Hétfőtől ismét gyerekzsivajtól hangosak a folyosók. Az óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai a kormány döntése értelmében visszatérhettek az intézményekbe. Vannak, akik ennek ellenére az otthoni tanulás mellett döntöttek. Egy általunk megkeresett édesanyja telefonon állt rendelkezésünkre. Ő nemrég átesett a fertőzésen, ezért egyelőre szó sem lehetett arról, hogy a családból bárki közösségbe menjen. 9-én lettem koronavírusos, 19-ével lejárt volna a karantén. De a népegészségügy viszont azt mondta, hogy amikor megvolt a teszt, ez 15-én volt, így 25-ig házi karanténban kell lennünk, és akkor én így úgy döntöttem, hogy a gyerkőc akkor nem fog menni iskolába. De vannak, akik a vírustól való félelem miatt egészen május 10-ig nem engedik iskolába a gyermeküket. 46x2. Például ebben az osztályban sem teljes a létszám hétfőtől, de az iskola igazgatója szerint összességében nincs sok hiányzó. A 13 osztályunkból, 13 alsó tagozatos osztályunkból 420 gyereket jelent, 33-an kérték a szülők írásban, hogy május 10-ig otthon tartózkodhassanak, ne kelljen a jelenléti oktatásban részt venniük. A gyerekek távolmaradását igazolt hiányzásnak tekintik, és bár a digitális oktatás az alsósok számára megszűnt, a tanárok továbbra is elküldik a hiányzóknak a napi tananyagot. Még arra is lehetőséget biztosítanak nekik, hogy írásbeli számonkéréssel osztályzatokat szerezhessenek. Ez pedig a tanulmányi előmenetel szempontjából nagyon fontos. A jogszabály 250 órában határozza meg az iskolai hiányzásoknak a számát. 250 óra fölött osztályzó vizsgára kötelezhető a gyerek, esetleg évismétlésre. Mi próbálunk megfelelni a jogszabály azon részének, hogy amennyiben a 250 órát ugyan eléri, vagy megközelíti, de osztályzatokat tud szerezni, akkor az osztályzataik alapján le tudjuk osztályozni, és nem kényszerítünk senki olyan gyereket osztályzó vizsgára, akit más módon tudunk értékelni. Országos szinten az otthoni tanulás az alsós diákok 25%-át érinti. A tanulók 75%-a ugyanis részt vesz a tantermi órákon. Az óvodákban pedig a gyermekek 60%-a jelent meg, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-vel. Az első hét tapasztalatai szerint a legtöbb gyermek visszatért az óvodákba is. Az általunk megkérdezett egyik miskolci intézmény vezetője elmondta, nem csak a gyerekek és a szülők várták az újranyitást, hanem a pedagógusok is. A védelmi intézkedéseket azonban továbbra is szigorúan betartják, a bezárás előtti szabályok érvényesek továbbra is. Ennek értelmében a szülők csak a bejáratig kísérhetik a gyerekeket, kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet mérést is elvégzik. Azt mondjátok meg, hogy melyik mesébe hallottunk a tigrisről? A Maugli. Bár a gyerekek és az óvónénik hosszú hetek óta nem találkozhattak, a régi emlékek még nem vesztek a feledés homályába. Mostantól azonban ideje új élményeket szerezni.
Az általános iskolák alsó tagozatos diákjai mellett az óvodások is visszatérhettek az intézményekbe április 19-én. Miért ültetünk fát, gyerekek? Mert most van a földnap. A földnapja is a fa a levegővel. Tisztítja a levegőt. Csütörtökön a föld napját már együtt ünnepelhették a gyerekek a Diósgyőri óvodában. Az élet itt látszólag visszatért a régi kerékvágásba, de ahogy valamennyi intézményben, itt is életben vannak a bezárás előtti szabályok. Az átadó pontunk az itt van a két ajtó között tulajdonképpen, a gyerekek itt tudják fertőtleníteni a kezüket, a szülők még itt tudnak nekik segíteni, és utána a Dajka néni, ha még nincs gyerek, akkor akár óvónéni is jön érte, illetve vagy egy pedasszisztensünk, vagy a karbantartó bácsink, ő méri a hőmérsékletet. A Diósgyőri óvodába jelenleg csaknem 90 gyermek jár. Közülük az intézményvezető elmondása szerint már az első napon szinte mindenki megjelent. A hosszú otthonlét után a gyerekek és a szülők is örültek az újranyitásnak. Hiszen van, ahol nem csak óvodás, hanem iskolás gyerek is van otthon, és a hiába dolgozott a szülő odahaza onlineba, az óvodától is kapták a feladatokat, minden óvónéni küldte a gyermekek számára, a családok számára, illetve az iskolából is kapták a feladatokat. Így a szülőnek nagyon nehéz volt a feladata, és bizony így a szülőnek is egy kicsit tudtunk könnyíteni a feladatán, ők is örültek neki, hogy tudnak jönni a gyerekek. Akiket pedig az óvónénik vártak már nagyon. Gulyás Edit elmondta, az intézményben mindenki élt a soron kívüli oltás lehetőségével, van, aki már a második vakcinát is megkapta. Mint mondta, így nagyobb biztonságban érzik magukat, és bíznak benne, hogy hamarosan véget ér a pandémia. Az április 17-én bevezetett új menetrenddel kapcsolatban az első héten több javaslat, kérés érkezett az utasoktól a Miskolci Közlekedési Társaság felé. Az MVK valamennyi észrevételt kivizsgál, és igyekszik rugalmasan reagálni a javaslatokra. Tanszüneti és tanulmányi időszakban használt menetrendet is tartalmaz az MVK április 17-én életbe léptetett, módosított közlekedési rendje. Azt, hogy éppen melyik lép életbe, a veszélyhelyzetben alkalmazott korlátozó intézkedések fogják eldönteni. A változtatás óta több visszajelzés is érkezett a közlekedési vállalathoz. A javaslatokat és kéréseket a cég kivizsgálja, és igyekszik rugalmasan reagálni. A híradónk által megkérdezett utasok szerint a változás átláthatóbbá teszi a tömegközlekedést, de egyes járatokon többen vannak. Könnyebben követhető, de sokkal többen vannak. Tegnap orvosnál voltam, fölszálltam a buszra, és dugig volt, tehát úgy kellett keresni helyet. Ez leginkább a 43, 53, 54, 35 R vonalakon közlekedő buszokra jellemző. Ezeken a vonalakon szinte egy éve így is duplán közlekednek a műszakos járatok, viszont ha mégis szükséges, rásegítő járatot indítanak. Tudtuk meg a közlekedési társaságtól. Van viszont olyan járat, ahol kevesebb az utas. Alégban utas mi felénk a buszon, a 11-esen, úgyhogy teljesen korrektnek tartom, csak meg kell tanulni közlekedni. Az új menetrend a korábbihoz képest, ami még a szigorúbb korlátozások ideje alatt született, napközben 216 többletjáratot tartalmaz a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. Az autóbuszok viszont csak hajnal 4 és este 11 óra, a villamosok pedig hajnal 3, valamint este 11 között közlekednek. Nekem egyszerű, mert nyugdíjas vagyok, és akkor megyek, amikor úgy gondolom, hogy na most mindenki már elment. Az MVK ZRT folyamatosan figyeli az utasszámokat. Az április 20-ai adatok például azt mutatják, hogy az átlagos kihasználtság a villamosok esetében 10-20% között mozogtak, viszont a délelőtti és délutáni csúcsidőszakokban egyes járatok esetében a 40-50%-ot is meghaladta a kihasználtság. A buszoknál is ez az időszak a kritikusabb, itt viszont az átlagos utasszám is magasabb értéket mutat. Amit a kihasználtság meghaladja az 50%-ot, a vállalat rásegítő járatokat indít. Ezeket a diagramokat egyébként az MVK honlapján is közzétette, tehát bárki az utazóközönség közül, aki ezt ugye szakmai szemmel is próbálja nézni, nekik elérhető lesz. A járatok számát az adatok folyamatos figyelése és az utazóközönség észrevételei alapján alakítja ki a társaság.
ahol indokolt és ahol megoldható, a legegyszerűbben ott azonnal próbálunk reagálni, illetve egyeztetünk a tulajdonosunkkal is, ugye Miskolc város önkormányzatával a további lehetőségekről, hogy van-e arra finanszírozási forrás, hogy további plusz járatokat állítsunk a menetrendbe. Az MVK továbbra is azt kéri az utazóktól, hogy a menetrenddel kapcsolatos észrevételüket, véleményüket közvetlenül a cég ügyfélszolgálatának küldjék az iroda@mvkzrt.hu e-mail címre. Oltópont kijelölését kezdeményezte Jukóvölgyben Varga Andrea alpolgármester. A Városháza közleménye szerint az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy a városrészben az elmúlt hetekben növekedett a koronavírusos megbetegedések száma, az oltási hajlandóság pedig meglehetősen alacsony. A területen dolgozó szakemberek szerint ennek legfőbb oka az információhiány, és az, hogy számítógép, illetve internet hiányában még azok is nehezen tudnak regisztrálni, akik szeretnék megkapni az oltást. Veres Pál polgármester az üggyel kapcsolatban Alakszai Zoltán kormány megbízottal egyeztetett. Egyeztettünk arról, hogy milyen módon tudnánk megoldani Jukóvölgyben az oltást. Most adtuk át az orvosi rendelőt Jukóvölgyben, ez alkalmas lehet egy oltópontnak. Jelen pillanatban a szabályozás szerint a regisztráltakat oltatják be. Mi próbáljuk megkeresni azt a megoldást, hogy akár a regisztrációt segítjük, akár valami más elrendezési jelv alapján az oltásokat ott megpróbáljuk végrehajtani. Jelen pillanatban még viszonylag kevés a beteg Jukóvölgyben, de félünk attól, hogy abban a környezetben, ha elszabadul a vírus, annak súlyos következményei lesznek. Dolgozunk ezen, és remélem, hogy rövidesen megtaláljuk a megoldást közösen a kormányhivatallal. 3,6 milliárd forintos forrás elvonása után újabb lépéssel építi le az önkormányzatok hatásköreit az állam, a Velünk a Város frakció képviselője szerint. Barta György emlékeztetett, március 1-től a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok a kormányhivatalhoz kerültek át, és a jegyző valamennyi jogkörét is megszüntették. A politikus kiemelte, a hulladékudvarokat ingyenesen igénybe vehetik a miskolciak, az illegális szeméthegyek felszámolására mégis évente milliókat költ a város. Barta György szerint a jogszabály módosítás után tovább nőnek majd az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzati terhek. A módosított jogszabály az illegális hulladék lerakására vagy eltávolítására 15 napot ad az önkormányzatnak. Ha ez nem teljesül, akkor kiszámlázzák az önkormányzatnak, valamint büntethetővé válik az önkormányzat. A fideszes kormány folyamatosan leépíti az önkormányzatok hatásköreit. Pénz von el tőlük, ebbe illeszkedik ez a jogszabálymódosítás is. Az önkormányzatok nem tudnak tervezni se közép, se hosszú távra így. Nagy könnyítés jön a szépkártyáknál. Mint ahogy arról már a héten beszámoltunk, a miniszterelnök által aláírt rendelet értelmében december 31-ig lényegében eltörlésre kerülnek a különféle alszámlák közti határvonalak. A szabadabb felhasználhatóságra azonban már jóval hamarabb szükség lett volna, Varga László szerint. Az MSZP-s országgyűlési képviselő év eleje óta javasolja hasonló könnyítések bevezetését a szépkártyával kapcsolatban. Elmondása szerint január elején fordult a pénzügyminiszterhez, de akkor a kormány nem foglalkozott a kérdéssel. Februárban ezért több MSZP-s képviselővel együtt közös indítvány nyújtottak be, amit márciusban a fideszes többség leszavazott. Ezek után jött itt a múlt héten az a hír, aminek egyébként örülök, hogy a kormány végül is ennek az indítványnak egy részét a nevére vette, bár a korábbi hónapokban többször elutasította a kezdeményezést, végül mégis átjárhatóvá tette a kormány rendelettel az egyes zsebeket. Ugye itt ez nyilvánosságot látott itt a múlt hét második felében. Ennek a feltételei ismertek, és nyilván erre az évre szólóan lehet ezzel élni, április 25-től a rendelet hatálya szerint. Évente körülbelül 30 ezer esetben intézkednek az önkormányzati rendészet munkatársai, sokszor saját hatáskörükön kívül is ellátnak feladatokat. Az egyik járőrpáros például csak a héten három országos szinten körözött személy elfogásában segített. A szervezet az elmúlt hónapokban átalakuláson ment keresztül, és bár a létszám csökkent, a kinti szolgálatot teljesítők száma az átszervezéseknek köszönhetően nőtt.
Emellett április közepétől újra indult a lovasmezőri szolgálat is. Érkeznek a rendészek az újgyőri főtérre. A járőrpáros egyik tagja egy régi új munkatárs a szervezetnél. Péter korábban már dolgozott itt közterületfelügyelőként, néhány év kihagyás után pedig most visszatért. Azért jöttem vissza, mert mindig is fontos volt nekem Miskolc közbiztonságáért tenni, miskolci lakosként. Ezelőtt 2 évet dolgoztam itt, és örültem, hogy sikerült visszakerülnem ide. Péter nincs egyedül. A szervezetnél csak ma 6 új munkatárs állt szolgálatba. A rendészek hetente 90-100 lakossági bejelentésre reagálnak. Más teendőkkel együtt ez évente körülbelül 30 ezer intézkedést jelent. A munkatársak pedig olyan feladatokat is sűrűn ellátnak, amelyek alapvetően nem tartoznak a rendészet hatáskörébe. Jelentős a kollégáknak az intézkedési aktivitása. Példaképpen, hogy említsem az egyik kiváló járőrpárosunkat, csak ezen a héten, a tegnapi napig 3 országos körözöttet fogtak el. Jelenleg a szervezet szolgálati létszáma 124 fő, és bár az összlétszám a tavalyi adatokhoz képest csökkent, a kint feladatot ellátó dolgozók száma az átszervezéseknek köszönhetően nőtt. Mondjuk egy 2020 augusztusi adathoz képest, amikor 97 közterületfelügyelő, illetve hát a közterületen 97 fő teljesített egyenruhásként szolgálatot, ez a számadat most jelen pillanatban úgy 99, hogy a 99 főből 10 fő úgymond vegyes szolgálatot lát el, részben benti szolgálatszervezési feladat, előkészítési feladatokat, másrészt pedig a közterületen teljesít szolgálatot. Feladatként szeretném kérni tőletek a illegális hulladéklerakások ellenőrzését, a beköltözések ellenőrzését, illetve nézzük meg az itt élők, illetve az itt tartott jószágok, illetve állatoknak a állattartási körülményeinek a betartására vonatkozó szabályok ellenőrzését. Eligazítás Jukóvölgyben. A korábbiakhoz képest változás, hogy április közepétől újraindulhatott a lovasmezőri szolgálat. A tavalyi közgyűlés költségvetési vitájában elég nagy port kavart az, hogy szüneteltettük a lovasmezőri szolgálatot. Én akkor azt mondtam ebben a vitában, hogy ha egy mód is lehetőség van rá, akkor vissza fogjuk állítani a lovasmezőrséget, és most úgy hozta a pénzügyi helyzet, hogy 2 lovas mezőrt sikerült újra szolgálatba állítani, tehát kár volt a kételkedés a városvezetéssel szemben. Szilágyi Szabolcs hozzátette, a közbiztonság javulása érdekében a városvezetés minden lehetséges eszközt bevet. Az elmúlt másfél évben a nehéz anyagi helyzet ellenére is sikerült megduplázni a járőrautók és a kutyás rendészek számát is. Feleség, anya, mérnök, kutató, manapság ezek már nem zárják ki egymást. Ezt hallják a Miskolci Egyetemen dolgozó tanársegéd és oktató nők is, akik csütörtökön a műszaki pályát népszerűsítették a fiatal lányok körében. A kampusz 9. alkalommal csatlakozott az Országos Lányok Napja elnevezésű kampányhoz, ezúttal az online térben mutatták meg a fiataloknak, hogy nőként is lehet sikereket elérni, akár a gépészet, akár a földtudomány területén. Látványos bemutató hölgyekkel a főszerepben, egy karon, ahol mára 13%-ot is elérte, a gyengébbik nem aránya. A gépészmérnökök körében még mindig nincs meg a nemek egyensúlya. Ezen szeretnének változtatni a szervezők minden évben, a lányok napján. Azért, hogy ne ijedjünk meg, hogy ne ilyen gépészeti példákat hozzak és lengéscsillapítót az autókból, indítsunk egy egyszerűbbel és a lányoknak is kedvező példával, a húslevessel. A leves főzése ugyanis sok mindenben hasonlít a mehatronikai rendszerekhez, kapitány Pálma szerint, aki már a tanársegédként adja át megszerzett ismereteit. Online előadásával ezúttal kizárólag a lányokhoz szólt. Ez a pálya ugyanis szerinte nőként is szerethető. Szakmailag úgy tartják, hogy a női agy egyszerre több mindenre tud figyelni, a mehatronika pedig 3 mérnöki terület kombinációja, úgyhogy szerintem a lányoknak kézenfekvő megoldás, hogy jöjjenek erre a pályára. A mehatronikai tanszéken jelenleg a hallgatók 95%-a férfi, míg néhány épülettel arrébb már egyenlő a nemek aránya. Fontos dolog az, hogy a nők azok nem csak a finom műszerek mögött találják meg ezen a téma területen
lehetőséget, hanem bizony alkalmasak vagyunk mi arra is, hogy nagyobb gépekkel, vagy éppen nagyobb, nagyértékű berendezésekkel dolgozzunk. Zöld tudomány, zöld jövő címmel kapcsolódott be idén a Lányok Napja programfolyamba a Műszaki Földtudományi Kar. A tanszéken sok nő dolgozik, de ez a szám várhatóan tovább emelkedik majd, hisz ezen a területen egyre több munkatársra lesz szükség. Nőként is, anyaként is azt érzem, hogy fontos nekünk az, hogy a környezetünket megóvjuk, hogy lehetőség szerint jó kondícióban adjuk át a következő generációknak, és gyakorlatilag itt ezzel foglalkozunk, azzal, hogy a víz, a levegő, a talaj az megfelelően felhasználásra kerüljön, és tisztán tudjuk visszabocsátani a környezetbe. Emellett ugye a hulladékgazdálkodás az azt gondolom, hogy ez egy fontos terület, és ez mindig is az lesz. Az egyetem munkatársai úgy látják, még mindig sok középiskolás lány tartózkodik a matematikával és kémiával kapcsolatos tudományoktól. Félelemre azonban semmi okuk. Az anyag mind a szerkezetét meg tudjuk nézni, és az összetételét is, tehát egy kémiai jellemzésre is képes egyidejűleg ez a berendezés. Egy érdekes munkahely, ahol nincs két egyforma nap. Az Anyagtudományi Kar 3D laborjában jelenleg több nő is tanul és dolgozik. Bárcsak az interneten keresztül, de ide is bepillantást nyerhettek ma az érdeklődő középiskolás lányok. Jelenleg a karon 33% a lányok aránya. A jelek szerint jól érzik magukat, és van olyan hallgatónk is, most már doktorandusz hallgató, tehát ő már befejezte az egyetemi tanulmányait, aki egy ilyen Lányok Napja rendezvényre jött el, aztán megint jelentkezett hozzánk, és most már a doktori munkáját készíti, tehát hogy ettől abszolút nem kell tartani. A Lányok Napja programba az egyetem valamennyi műszaki kara bekapcsolódott, ahol beiskolázásról, képzésekről és kutatásokról egyaránt szó esett. A szervezők reményei szerint idén ősszel személyes részvétellel is megtarthatják majd az országos rendezvényt. Új reményt kaphatnak az SMA-ban szenvedő gyermekek. Állami támogatással is elérhetővé válik az a 700 millió forintos terápia, ami a gerincvelői izomsorvadással küzdő kicsik számára az egyedüli lehetőség a gyógyuláshoz. Kásner Miklós bejelentése szerint a készítményhez már ettől a hónaptól hozzá lehet jutni egyedi méltányossági alapon. Igény is van rá, Zsombi után ugyanis újabb gyűjtés indult az SMA-s Lilike számára. Televíziónk tavaly július óta követi nyomon a kazincbarcikai Burinda Zsombor történetét. A kisfiú egy ritka betegségben, SMA-ban, vagyis gerincvelő izomsorvadásban szenved, amelynek gyógyításához a világ egyik legdrágább gyógyszerére van szükség. A 700 millió forint összegyűjtéséhez a szülők létrehoztak egy alapítványt, ezt követően pedig példaértékű összefogás indult. Ahogy arról korábban beszámoltunk a gyűjtéshez, magánszemélyek és cégek mellett a többi közt Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó válogatott kapusa is hozzájárult 25 millió forinttal, de a világbajnok német labdarúgó Özil is segített. Februárban egy cég az utolsó 100 millió forintot is elutalta, így ami egykor álomnak tűnt, valósággá vált. Zsombi márciusban megkapta első kezelését. Szabináik még csak a közösség összefogására számíthattak, az SMA-ban szenvedő gyerekek gyógyulásához azonban hamarosan az állami segítséget nyújthat. Nagyon örültünk neki, tehát mi ezt vártuk mi is sokáig, de mi nem fűztünk hozzá olyan reményeket, hogy esetleg még a mi gyűjtésünk alatt ez összejöhet. Az elején reménykedtünk, de mi úgy tudtuk meg azt az információt kaptuk, hogy a Spinraza esetében is, tehát a másik gyógyszer esetében is egy évig elhúzódott a döntéshozatal, úgyhogy mi nem számoltunk vele, hogy a mi esetünkben ez sikerülni fog, de mondta is a NEAC, hogy mindenképpen adjuk be, mert azzal jelezzük, hogyha beadjuk a NEAC fele a kérvényt, azzal jelezzük az államnak, hogy igenis van rá igény. Zsombit hónapok óta kezelik, és úgy látják, a gyógyszer hatásos. A kisfiú egyre ügyesebben mozog, és a génterápiának köszönhetően a lábai is megerősödtek. Az SMA ugyan ritka betegségnek számít, de sajnos Zsombi esete nem egyedülálló. Lilikét 5 hónapos korában diagnosztizálták SMA-val. A szülők akkor kezdtek el betegségre gyanakodni, amikor a kislány 2 hónaposan hasonfekve nem emelte fel a fejét. Lilike hamarosan betölti az egyéves kort, így mi hamarabb kezelésre lenne szüksége. A szülőknek Zsombor esete adott reményt ahhoz, hogy a 700 millió forintba kerülő terápia Lilike számára is elérhetővé válhat. Nagyon nehezen vágtunk mi is bele egy Zsombinak a szüleivel, és Zsombival is találkoztunk még a gyűjtés megkezdése előtt,
személyesen, és ők indítottak el minket ezen az úton, és beszéltek rá, hogy igazából kezdjük el mi is a gyűjtést, mert nem lehetetlen, ahogy látok az ő példájukból is. Lilike édesanyja azt is mondta, úgy látják, a kislány állapota romlik, így mi hamarabb szüksége lenne a kezelésre, amihez eddig 100 millió forint már összegyűlt. És bár számítanak az állam támogatására, de a gyűjtést ettől függetlenül folytatják. A Zolgensma nevű készítményhez ugyanis egyedi méltányossági alapon juthatnak majd hozzá a beteg gyerekek, így Lilike szüleiben is még sok a bizonytalanság. A minisztérium bejelentése szerint annak, hogy az egyeztetések elhúzódtak, nem csak az volt az oka, hogy a világ legdrágább gyógyszeréről van szó, hanem hogyha esetleg nem hat a gyógyszer, azért megfelelő garanciát kell vállalni. Ezek figyelembevételével született megállapodás a készítmény forgalmazójával. A Híradót Magdóra tudósította. Tovább fejlődhet a DVTK sportegyesülete és a Miskolci Sportiskola. A Sportegyesületek Országos Szövetsége több mint 2 milliárd forintos forrással több vidéki klubot is támogat. A DVTK az egyik legmagasabb összeget, 300 millió forintot kapott, míg a sportiskola 13 millió forintos támogatásban részesült. A DVTK dárcosai edzenek klubjuk székházában. A felvételek még idén januárban készültek. Itt pedig még a Miskolci Sportiskola növendékei készültek a soron következő megmérettetésükre. De a vírushelyzet miatt a muájtájosoknak is több edzésük elmaradt, ahogy a dzsúdósoknak is. Nincsenek könnyű helyzetben a vidéki sportegyesületek. A járvány miatt ők is anyagi nehézségekkel küzdenek. A Sportegyesületek Országos Szövetsége ezért tavaly számukra dolgozott ki egy programot, amelynek részleteit a szövetség elnöke ismertette. Ennek a 2 milliárd 106 millió forintos támogatási programnak a keretében 55 vidéki sportegyesület kap támogatást, és a támogatást kapó sportegyesületek sorában 3 megyei sportegyesület az, amelyik a program részese lehet. Dajs Tamás elmondta, az összegből a DVTK 300 millió, a Miskolci Sportiskola pedig 13 millió forintot kap. Ez egy roppant hasznos és nagyon nagy segítség volt, amit tudtunk kapni a SOSZ-tól és az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Nálunk a DVTK-nál, ahol jelentős szurkolóbázis is van, itt ugye a jegyárbevételek is kiestek a pandémia miatt, ezeknek a pótlására is rendkívül jött ez a segítség, és kifejezetten büszke vagyok arra, hogy a vidéki egyesületek között a DVTK volt az, aki a legnagyobb arányban mindegy 300 millió forint összeggel tudott részesülni ebből a támogatási csomagból. A DVTK elnöke azt is mondta, a klub idén 111 éves lett. Sportolóik száma jelenleg 1000 tagot számlál, akik 22 sportágban mérettethetik meg magukat. Hamarosan pedig a klub további 3 sportággal is bővül. Sánta Gergely szerint a mostani támogatás jövőbeli működésüket nagyban segíti majd. Kedves nézőink, önök a Krónikát az elmúlt hét híreinek összefoglalóját látták. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, jó tévézést, a hétvége hátralévő részére jó időtöltést kívánok. Viszontlátásra!